Győr belvárosában a Sarkantyú közben egy ablaktalan padlásszoba volt Blaha Lujza otthona, ahol 1857-től 1859-ig élt családjával. A nemzet csalogányának az itt töltött éveit péntektől már egy emléktábla jelzi. Nem pusztán egy ipari város Győr városa, bár történelmi tekintve úgy emlékeznek ránk, még akár rendszerváltásig is, hogy egy ipari város volt Győr városa. Ezzel szemben pont Blaha Lujza személye az egyik példa arra, hogy Győr városában a kultúrának már magas színvonala volt évszázadokkal ezelőtt is. Úgyhogy köszönöm szépen a emléktábla állítóknak azt, hogy ezt megtették, és legyünk büszkék azokra az elődeinkre, akik híressé váltak, és ezáltal a figyelmet Győrre irányították, és jó hírét vitték a városunknak. 93 évvel ezelőtt a Győri Jótékony Nőegylet állított emléket Blaha Lujzának, a tábla azonban eltűnt. Éppen ezért a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara női vállalkozói klubjának tagjai úgy határoztak, hogy ezt a táblát pótolni fogják. E ház helyén volt található az a szerény kis lakás, amelynek ablaktalan padlásszobájába adott otthont az akkor még ismeretlen művésznőnek. Célunk az emléktábla elhelyezésével nem csak a tisztelet kifejezése, hanem a színésznő és szeretett városunk rövid idejű, de annál jelentősebb kapcsolatának megismertetése a jövő nemzedékével. Sokan nem is tudják, hogy a később híres művésznőre egykor Győröt figyelt fel a kor akkori jeles orvosíró színkritikusa dr. Kovács Pál. Pinter Péntek Imre, a kamara elnöke az összefogás jelentőségéről beszélt, és a női vállalkozói klub fontosságát is kiemelte. Nekem a nők, azok mindig arról szólnak, a családról, egy városnak, egy közösségnek az összefogásáról, és nekem az a mai nap is erről szól, és ezért köszönöm a mi kamaránk női vállalkozói klubjának, hogy fölkarolta ezt a dolgot, és üzen a világnak, hogyha összefogunk, akkor tudunk jó dolgokat csinálni, tudunk aprókat, tudunk nagyokat, de senki ne higgye azt, hogy az apró dolgok azok hátrébb van, mint a nagy dolgok. Szoktam mondani, hogy nagy dolog az nincsen, csak sok apróság van, amivel a világ összerakódik. Győr 750 éves történelmében a férfiak voltak középpontban, és nem csak a háborúk idején volt szükség az erősebbik nemre, hanem a nagyipari vállalatok megalapításában is, mondta dr. Reknitzer János. Miközben az asszonyok, a hölgyek, ezek mögött, a férfiak mögött éltek, nem? Tevékenykedtek, tettek, segítettek, ösztönözték, álltak mögéjük, hölgyeim és uraim, valami lendületet adtak neki, hiszen az a polgárasszony, aki egy zárterkélyes házban nézegette a várost, azt mondta meg a férjének, hogy milyen világa legyen. Valójában azok az asszonyok segítették ezt a fölemelkedést, ezt az ösztönzést, vagy azok a tízezrek, akik a textilgyárakban, az élelmiszeripari vállalatoknál dolgoztak, nap mint nap robotoltak a kekszgyár felé. Ezek az asszonyok voltak azok, akik a város igazi nagy energiáját és erejét tették. Dunai Csenge, a Győri Nemzeti Színház színésze Blaha Lujzára emlékezett, felidézte életútját, és naplójából olvasott fel részleteket. Primadonna volt, és sztár. A közönség kedvence. Mindenki szerette, és állítólag ő is szeretett mindenkit. Soha egy rossz szót nem mondott senkire. Blaha Lujza az a magyar színésznő, akinek alakját már saját kora is a legendák égboltozatába emelte. S hírnevének ragyogásán a közben elmúlt idő sem halványított szinte semmit. Az ünnepség végén lekerült a lepel a tábláról, ami most már büszkén hirdeti, hogy a nemzet legnagyobb színésznője valamikor itt Győrben, ebben az utcában élt.